Sziasztok! A kisfilm kezdődik. Helyezzétek kényelembe magatokat. Egészséget! Zeleni oči cíle vidím už sen. Sziasztok! Én az Avantgárd előzményével foglalkozom. 1900-as évek fordulója után a békésnek hitt korszak a végéhez ért. A tudomány és a technika fejlődésének köszönhetően az emberek rengeteg információhoz jutottak, és ez zűrzavart és káoszt okozott. A gépesítéssel beindult a tömegtermelés, a 20. század első felében egy művészi forradalom bontakozott ki, melynek a kezdeményezője az avantgárd mozgalom. Ennek történelmi háttere például a Trianon, első, második világháború, fasizmus, személyi kultusz, atombomba. Az avantgárd alkotói egyet akarnak. Hangot adni az ösztönös válsághangulatnak, és lázadni az ellen a polgári világ ellen, amely erről nem hajlandó tudomást venni. Törekvéseik, eszközeik. Hagyománymondás. A régi értékek teljes lerombolása vagy átértelmezése, a művészi formájában radikális megújítása minden művészeti ágban, a teljes emberi és művészi szabadság megújítása és konvenciók hiánya. Az avantgárd. Ez egy francia katonai műszó, melynek jelentése előőrs. Az avantgárd nem egy stílusirányzat, hanem egy művészeti irányzatok vagy művészeti mozgalmak összefoglaló neve. Néhány jellemző. Elutasítja a múlt társadalmát, értékét, művészetét, célja ezeknek a megújítása, ehhez egy új formanyelv kialakítása az eszköze. Green eyes, I see dreams. Julian Lepetitza. Megállok itt a fa tövében, lombját zúgatja mérgesen. Lenyúl egy ág, nyakon ragad. Nem vagyok gyáva, gyöngesem, csak fáradt. Hallgatok, és az ág is némán motoszt hajamban és ijetten. Feledni kellene, de én soha még semmit sem feledtem. A holdra tajték zúdul. Az égen sötét-zöld sávot von a méreg. Cigarettát csodrok magamnak, lassan, gondosan. Élek. A 20. század elején az előző három stílussal, a romantikával, a szimbolizmussal és a realizmussal párhuzamosan fejlődtek ki a különféle avantgárd stílusirányzatok. A magyar szépirodalomban viszonylag kis szerep jut a futurizmusnak, a dadának és a konstruktivizmusnak, a nagyobb hatású expresszionizmus és a szürrealizmus is csak gazdagítja az egyéni stílusokat a nagyobb költőinknél, például Radnóti Miklósnál, József Attilánál, Iljés Gyulánál és Pilinszky Jánosnál. Minden avantgárd irányzatra jellemző, hogy a kép szerepe megnő, sok esetben egyeduralkodóvá válik. Gyakori a belső monológ, az időségváltás. Ebben a formabontó körtészetben nagyon gyakoriak a szabad versek, amik eltöröltek minden korlátot, keveredtek a stílusok. A leghatásosabb avantgárd stílus eszközök pedig fokozatosan épültek be a 20. század alapvetően realista költészetébe, és ezzel színesítették, gazdagították a költőnek a stílusát. Pilinszky János az avantgárdból csak a szabad verset veszi át. Nézzünk egy példát. Négy soros, 1956-ból. Alvó szegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjjelek. Égve hajtad a folyosón a villanyt, ma ontják a véremet. A magyar avantgárd története 1915-ben kezdődött,
Ekkor jelent meg Kassák Lajos, a magyar avantgárd atya első verses kötete, az Eposz Wagner maszkjában, és ekkor indult folyóirata a Tett is. Kötetének mind a 13 költeménye az avantgárd határozott jegyeit mutatja. Stílusával és a magyar avantgárd mozgalom szervezésével Kassák Lajos tudatosan szembefordult a nyugat egész irodalom szemléletével. Éppen ezért a folyóirat vezetői, köztük Adi is, ellenérzéssel fogadták mind az írót, mind magát az avantgárd irányzatot. Az Eposz Wagner maszkjában verseiben nagy arányú körkép tárul föl a háborúban szenvedő világról, melyet a mély megindultság hajtja át, amelyet a mindenféle ember nyomorúság keltett benne. Kassák szemben a futuristákkal határozottan elutasította az öldöklést, a gyilkos háborút. Szemlélete a német expresszionistákhoz állt közel. Sorra jelentek meg antimilitarista és erősen szociális indítatású írásai. Futurista stílus a magyar irodalomban szorványosan jelentkezett, elsősorban a Tett című folyóirat néhány lirikusánál. A futuristák az élet lényegének a mozgást, a legnagyobb élménynek a sebességet tartották. Innen ered náluk a dinamizmus és az egyidejűség, más szóval szimultaneizmus követelménye. Szétrombolják a mondatszerkezetet, eltörik például a központozást, hiányoznak egy néhány kötőszók, a szövegszerkezetben gyakori a megszakítás, ezt három ponttal jelzik. A mozgalmasságot pedig a főnevek halmozásával, szokatlan hangutánzó szókkal érik el. A képeket szabadon egymás mellé helyezett szavak alkotják, emiatt a művek sokféleképpen értelmezhetőek. Kassák Lajos az Angyal átröpült című versében jó néhány futurista jellemzőre lelhetünk. Az erdőn túl még látni, amint a világ vörösködbe oldódik, és a legszelídebb kutyák pávatollal hátuljukban a hold felé repülnek, semmi kétség, ez a 12. óra. Ra-ra-ró, ó, ra-ra-ó, Kempeler úr meggyújtotta a csillagokat. A hadirokkantak becsukták a boltot, s mi hárman egy pár szalmapapucsban átsétáltunk a meghasadt hegyeken. A futurista divatos műfajai a lírában az agitatív költészet, illetve a plakátversek, az epikában pedig az elbeszélések, a novellák, a kiáltványok és a poéma. A futuristáknál egyáltalán nem jellemző a dráma. Az expresszionizmus a magyar avantgárd legerősebb stílus irányzata. Merít a szecesszió és a szimbolizmus eszköztárából. Képviselői az elképzelhető legnagyobb nyelvi energiával akarnak hatni, merész és egyéni képeik középpontjában elsősorban a külvilág, a természet és a technika és az ember kapcsolata áll. A nyelvtani formabontás tipikus esetei a tárgyatlan igék, tárgyas használata, és a szokatlan igekötős igék alkotása. Hatásnövelő szerepe van a legkülönfélébb eszközökkel megjelenített túlzásoknak és nagyításoknak. Az expresszionista stílus uralkodó szófaja az ige, amely az indulatokat közvetlenül és nagy erővel fejezi ki. A költő a szokásostól eltérően szerkeszti mondatait, ezzel is érzékeltetve izgatottságát és lelkesültségét. Sokszor alkalmaznak gazdag jelentéstartalmú szavakat és erős hanghatásokat is, indulatszókat, hangutánzó és hangulatfestő szavakat. Tipikusnak tekinthető Kassák Lajos és Szabó Dezső expresszionista ihletettségű művei, de erősen hatott a stílus József Attila, Szabó Lőrinc és I.S. Gyula költészetére is. A 20. századi felgyorsult élettempóhoz pedig igazodott az expresszionista költészet, és erre leginkább a mozgalmasság, a dinamizmus és a formai korlátok teljes ledöntése, ami jellemző. A szürrealista stílus közvetlen előzménye a szimbolizmus volt. Kulcsszava az automatizmus, azaz az alkotás spontán, azaz ösztönös módja. A realitáson túli álomvilágot jelentik meg szokatlan merész képekkel. A tudatalatti előhívására az egyéni képek mellett szokatlan szavak és szókapcsolatok, sajátos szőösszetételek, jelzők szolgálnak.
A formai elemek a gyakran montás technikával összeálló képeknek vannak alárendelve. 20. századi költőink szinte kivétel nélkül kísérleteztek ezzel a stílus irányzattal. Az avantgárd irányzatok közül az expresszionizmus mellett a szürrealizmus hatása napjainkig is érezhető. A mai magyar költészetből vett példa érzékelteti a szürrealista stílus jellemzőit. Nézd tükörbe és szólj, ha mersz! Fordítsd el, hisz léttelen jajon, képennek torza a testedben a torzó. Forgolódj a nézés álomtalan almán, nyald le a foncsort, egyél üveget. A léttelenből dobd fel a képed, a tükrök itt torzan egymásba futnak, magaddal szemben, s háttal állsz. Pompei polgár, nézz a tükörbe, lebegtessed átlátszó szárnyadat. Vásárhelyi Géza. Az avantgárd művészi kifejezés volt radikális megújítása minden művészeti ágazatnak. Ezek az ágazatok egyre csak közelednek egymáshoz, és így elmosodnak a közöttük lévő határok. Az avantgárd a teljes ember és művészeti szabadságra törekszik. A művészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz, és erre az eddigi művészeti formák már nem megfelelőek. Az avantgárd művészeti irányzatok két csoportra bonthatóak. A formabontóra és a formaépítőre. A formabontóizmusok érzelmi módon közelítenek az ábrázolt valósághoz, indulatosak, és a hagyományos formákat teljesen lerombolják, majd újraépítik. Milyen irányzatok vannak a formabonton belül? Négy irányzatról beszélhetünk, az expresszionizmusról, a szürrealizmusról, a futurizmusról és a dadaizmusról. Kezdjük az expresszionizmusról, ami 1905 és 1920 között alakult ki Németországban. Az első expresszionista csoport a D. Brücke volt. Az expresszionizmus tökéletes ellentéte az impresszionizmus, ami a külvilág egy-egy pillanatát jeleníti meg. Ezzel szemben az expresszionizmus a művész belső világát próbálja inkább kivetíteni. A művészetek elesettségét igyekszik bemutatni az expresszionizmus ebben az embertelen és egyre rosszabbá váló széthulló világban. A lényege a megkötöttség nélküli kifejezés, ezért expresszionizmus neve, mivel maga az expresszió, az azt jelenti, hogy kifejezés. Szenvedélyesség, csapongás és meglepő képek és az elvontság jellemzi. A következő a futurizmus, amit meg kell, hogy említsek. A futuro szó azt jelenti, hogy jövő. A futuristák tulajdonképpen a jövőt a modern technológiában, gépekben látták. Ez egyben művészeti és politikai irányzat is volt, 1909 és 1944 között éltek fénykorát. Követőit a szélsőséges politika felé sodorta, ilyen volt a bolsevizmus például, vagy a fasizmus. A munkások körében volt főleg népszerű, forradalmak és háborúk éltetése volt a céljuk, és fel akartak építeni egy új világot a mostani, az eddigi lerombolása után. Gyűléseket, tüntetéseket szerveztek, plakátokat és röplapokat készítettek, hogy reklámozzák önmagukat. Célja
az is volt, ezt ők így fogalmazták meg. Le akarjuk rombolni a múzeumokat, a könyvtárakat, az akadémiák minden fajtáját, és harcolni akarunk minden megalkuvó vagy hasznosítványság ellen, amiben szintén látjuk, hogy mennyire szélsőségesen fogták fel a világot. A harmadik ilyen ágazat a szürrealizmus, ami valóság felettiséget jelent, és azt jelképezi, látomásos, irreális és álomszerű. A szürrealizmust a jéghegyelv jellemzi, ami arra utal, hogy az ember igazi valója a tudatalattiában található. Félelmetes, nyomasztó, groteszk, bizarr képek főleg megtalálhatóak benne, és jellemző még a fekete humor. Van egy ilyen mondás, hogy a szürrealizmus szép, mint a varrógép, és az esernyő véletlen találkozásra a boncasztalon, ami valljuk be, elég humorosan hangzik. És a szürrealizmus valójában elvonulása az őrült víziók, a fantázia és az álmok irreális világában. Nyolzinglás, csújjam szvakiniben, dzselije, ott is lalepotica moja. A negyedik formabontó művészeti ágazata a dadaizmus. 1916 és 22 között hódított Svájcban. Tristan Tzara volt a művészeti vezető, és ő ezt fogalmazta meg a dadaizmusról. Az emlékezés eltörlése, dada. A jövő megsemmisítése, dada. A piros hasak szórakozása az üres agyak malmaiban, dada. A dadaizmus a legszélsőségesebb művészeti mozgalom valójában, mert ez a teljes megtagadása a létező, a múltban lévő és a jövőben lévő világnak. Abszurd, nihilista és antiművészeti forradalom célja tulajdonképpen a tradicionális művészet totális megcsúfolása. Erre elég jó példa az, hogy készen kapott tárgyakat műalkotásnak neveztek ki, és úgy állították ki őket. Eszközei a meghökkentés, a polgárpukkasztás, a provokáció és a botránykeltés. Mondj pár szót a formaépítő avantgárd stílusról. Először is a kubizmusról szeretnék beszélni. Mi, kubisták, oly módon tanulmányozzuk a tudatos ábrázolás lehetőségeit, hogy az egyszerűség kedvéért szétválasztjuk a megbonthatatlanul egységesnek vélt jelenségeket. Formák és színek szerint rendezzén újra őket. A kubizmus a kub szóból származik, ami kockát jelent. A kubizmusban nem látvány alapján ábrázolnak, hanem felbontják az egy nézőpontú látszöget, és a dolgok belső szerkezetét ábrázolják. A szimultanizmus egyidőleg több nézőpontból történő többségű ábrázolást jelent. A kubizmusban a montázsok használata is nagyon fontos a művészek számára, ahol több részekből állítanak össze egy képet, ahol mondjuk többféle anyagot is felhasználnak. És a konstruktivizmus. A konstruktivizmus a konstrukció összeszerkesztés szóból származik. Fő céljuk a technicizmus, ami által a jelszavuk az lett, hogy le a művészettel, éljen a technika. Fő törekvésükké vált a racionális rend és az egyensúly, a nyugalom megteremtése. Eszközként szigorú mértani formákból építkeznek, például a kör, a négyzet és a téglalap. Négy alapvető szint használnak fel. A fehér, a kék, a sárga és a piros. Szerkesztésmódja világos és zárt. Most a konstruktivizmuson belül szeretnék beszélni a szuprematizmusról, ami tiszta, mértani absztrakt formákra szorítkozik, ezekkel kíván elérni mindenféle hatást.
Az avantgárd zenéi képviselői megdöbbentő újításokat alkalmaznak. Erre a legkiemelkedőbb példa az experimentál. Ez mondhatni kísérleti zene, mivel a maga műfajában átlépi a megszokott határokat, és addig ismeretlen, szokatlan kompozíciókat vagy előadásmódokat képvisel. Ez olyan zenei akciósorozat, amely gyakran párosul gesztusokkal, tánccal, festészettel és más művészetekkel. De ezeknek az eredménye nem látható előre. Fő képviselője John Cage, amerikai zeneszerző, aki a 4 perc 33 másodperces darabjával lett a leghíresebb. Ez abból áll, hogy 4 perc 33 másodpercig csend van a teremben, mert ő úgy vélte, hogy a hangot ezen időszakon belül mindenki másképp hallja meg. Másik kiemelkedő alakja ennek a korszaknak, Karlheinz Stockhausen. A zeneművészetben a free jazz, a klasszikus, az elektronikus, a kísérleti zenés színház, más nevű musical és a minimalizmus területén is érezhető volt az avantgárd. A free jazz lényegében azt jelenti, hogy néhány jazz zenész összeáll és átlépi a határokat. Az elektronikus zene nem elektronikusan felerősített zene, hanem kizárólag elektronikus úton, elektroakusztikai eszközökkel előállított és megszólaltatott hangok és kompozíciók. Az első elektronikus zenei stúdió 1951-ben hozták létre különben. 1954-ben a zenetörténet első nyilvános elektronikus koncertje úgy szintén Kölnben történt.
A minimal music kialakulásában szerepet játszott az indiai és az indonéziai zene is. Mottójuk a kevesebb több. Ez szélsőséges esetben azt jelenti, hogy egy 70 perces alkotás két gongütésből áll. Az egyik az elején, a másik pedig a végén, és közvetlenül csend. Hadd említsem meg a vámpír filmeket is. Az első ilyen film 1931-ben készült, és néma film volt. Az akkori legjobb operatőr Karl Freud dolgozott rajta, aki a sejtelmes ködös képeihez Csajkovszki zenéjét kölcsönözte. Érdekes tény, hogy ebben a filmben a vérszívó erdélyi grófot egy magyar színész alakította, mégpedig Lugosi Béla. A film sikere után jöttek a feldolgozások. Az 1958-as Dracula filmben Christopher Lee mindössze 13 sort beszél, de mégis zseniális és félelmetes a csapzott hajával és az őrült tekintetével, miközben vérpatak csordogál a szájából. Mindez James Berlund által komponált hangsúlyos és nyomasztó muzsikájával történik. Az ételek világában is észlelhető lett az avantgárd. Gondolok én itt pontosabban a molekuláris gasztronómiára, ami inkább a 21. században alakult ki. Lássunk erre egy példát. For my head, I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road, it's only getting sweeter. I got legs on my chairs and a head full of hair. Potted a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Few pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly, analysis for my telly, and nothing's gonna bring me down. Guitar and ties in my car. I got most of the means and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy, and nothing's gonna bring me down. I'm about to blow it out of hand. Nothing's gonna bring me down. Boys, the best of all, I've got my baby. Jó napot kívánok, tanárnő! Arra szeretnénk kérni így az avantgárd jegyében, hogy foglalja nekünk össze tömören, hogy mi is ez az avantgárd. Hát én a képzőművészetekhez és egy kicsit az építészethez értek.
Tehát ebből erről tudok csak nyilatkozni. Egy olyan forradalmi korszak a művészetekben, amely a 20. század elején jelent meg. A 20. század az egy nagyon izgalmas század. A technika, a tudományok olyan fejlődésnek indultak, ami hatással volt a művészekre is. Minden mögé akarnak nézni, nem elégszenek meg a szimpla látvánnyal, egy szép tárgyal, vagy egy szép női testtel, hanem a lényeget keresik, a mélyebb tartalmat. Pont ez a lényege az avantgardnak, hogy a kutatás, a lényeg, az igazi lényeg megtalálása. Ez az, amit szeretek, és ez az, amit nem szeretek az avantgárdba. A művészet szerintem egy örömforrás, amit sajnos az avantgárd nem mindig ad meg. Az avantgárd néha kegyetlen, és néha olyan dolgokat mutat meg, amit én nem szeretek nézni. Ezért nem szerettem például Munknak a Sikolyát, vagy Oszkár Kokoska képeit, mert kemények, ridegek, és olyan bugyrait mutatják meg az emberi természetnek, amivel nem akarok foglalkozni. Elnézést. Tehát a művészet szerintem arra való, hogy egy örömforrás engem, és titeket, és mindenkit, aki élvezi, az boldogabbá tegye, szebbé az életét. Amit tudom, hogy a művészek feladata ezeknek a visszásságoknak a feltárása, én ezt maximálisan egyetértek. És ezt nem szeretem, tehát nem is megyek be olyan kiállításra, amik ezekről szólnak. Mert inkább felszeretném az érzéseimet emelni, mint hogy még kellemetlenebbé tenni. Tisztelem a kitartásukat, hogy ők megmernek merickedni, mert ez a művész részéről mindig egy nagyon karakteres megmerickedést jelent, hogy megismerkedik avval a szenvedéssel, amit ő utána tud ábrázolni, mert különben nem tudná. De ez nagyon sokszor a művészekből is indul ki, tehát ők is az életüket ilyen kegyetlen módon élik, akár alkoholizmussal, vagy kábítószerezéssel érik el ezeket a nagyon mély állapotokat. Ez is az avantgárdhoz tartozik. Hogy azt keresetek rá az interneten, Bonnard, egy O2N-nel írja a nevét. Egy francia festőművész volt, nagyon szép lágyképeket fest. Nem kifejezetten az avantgárd, kicsit a megelőző időhöz tartozik, de őt például nagyon szeretem, nagyon lágyan fest, a női szépséget nagyon megmutatja. Pedig egyszerű cselédlányokat fest, tehát ő is azért a realitás talaján marad. Ismerni kell az avantgárd művészetet, és akkor tud az ember így belőle szelektálni, hogy mit akarok, mit nem akarok, mint ahogy én is megteszem. Az építészetet nagyon szeretem. Wrightot emelném ki, Corbusiert, Le Corbusiert, annak a ronsa kápolnáját. Inkább az organikus művészethez tartozik ő már. Hát, hogy még mit mondjak nektek, hogy mi az üzenetem, hogy úgy élvezzétek az avantgárd művészetet, hogyha bemész egy kiállító terembe, és ott mondjuk legegyszerűbb dolgok, ugye festmények vagy grafikák vannak a falon, hogy állj meg előtte, és csak hadd, hogy hasson rád, és ha megszólal itt benned valami, és érzelmeket vált ki, akkor az már egy kicsit a tiéd, az az alkotás. Az lehet negatív, vagy pozitív, de akkor már úgy érzed, hogy képes voltál befogadni. Én mindig így döntöm el, ahogy tetszik, nem tetszik, hat rám, érzelmeket ébreszte bennem, vagy közömbös. Kubizmust utálom. Nem szerettem, hogyha minden ilyen szögletes, szabályos, és minek kockákra lebontani egy szép formát, amikor a természetben minden íves,
ennyit szeretnék nektek elmondani az avantgárdról. Köszönjük szépen. Még annyi lenne a kérdésünk, hogy mit ajánlana az osztálytársainknak, illetve nekünk, hogyha megfogott minket valami az avantgárdból, és szeretnénk utána nézni, akkor hol kezdjük ezt el? Hogy milyen művészeti, vagyis hát melyik korban, vagy melyik ággal kezdjünk el először ismerkedni, hogyha... Hát szerintem a festészet a legkézenfekvőbb, és ez a legelérhetőbb is, meg a legtágabb is. Tehát a festmények között találjuk meg a legtöbbet. Hát, hogy csinálnám? Hát egyszerűen csak... ahogy mondtam az előbb, tehát, hogy ez annyira intuíció alapján dönt az ember. Tetszik, nem tetszik, utálom, nem utálom, megtehetjük végül is, ez a mi döntésünk, hogy én például láttam Picasso-t is, Dalit is, és örülök, hogy ő azért nagyon szépen tud rajzolni. Tehát ő végigjárta azt az iskolát, hogy megtanulta a klasszikus művészeteket, és csak utána nem élt vele, mert nem tovább akart lépni. De azért ők nagyon tudtak rajzolni. Szóval azt egyik se kerülte el, ezt méltányolom. Tehát, hogy nem azért fest kockákat, meg háromszögeket, mert csak olyan képessége van, ő nagyon jól tud rajzolni, Picasso zseniálisan tud rajzolni. És ezeknek a rácsodálkozása, ez megint egy élmény. És Picasso még abban volt zseniális, hogy képes volt váltani egy kubista stílus, vagy korszaka után jött egy expresszionista, tehát, hogy képes volt ezekre, erre kevesen képesek. Szerintem Picasso az egy nagyon jó alany erre, hogy az ő művészetének a fejlődését lehet nézni, és hogy hogyan a korszakaiban hogyan ment egyikről a másikra, hogyan volt képes fejlődni. Ez Picasso-t, akkor őt ajánlom. Köszönjük szépen! Jó, szívesen! Zemi peva tvoje ime ovojnjoj, srce mi peva tvoje ime ovojnjoj, gdje si ti otišla, srce mi peva tvoje ime ovojnjoj, ajde, ajde, dođi ti kod mene sad, dođi ti kod mene sad, dođi, 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 dođi.